Köszönöm szépen! Fogadjátok szeretettel Antal József írót és F-tól Benedek írót. És akkor vágjunk bele egy csücsönökbe. Annyi mikrofonunk, ahogy csak van. Beszéltük, és ő mondta, hogy ő például írt egy novellát, ami ebben a témakörben játszódik.
Rákóczi Szabadsághoz, hanem fordítva, mint történt, a Szabadsághoz csapották, majd nem fogok mondani, azt hiszem a saját korosztályának is lehet volna. Nagyon vonzó a forradalom és Steve Hillman számára. Vannak benne hősök, hősies tettek, általában mondjuk be lehet állítani pozitívnak az egész kifejletet, és azért is, mert ugye az a keleti blokk sci-fi írói nagyon sokszor sci-fi fantasztikus köntösbe rejtették el a rendszerkritikájukat, tehát csodálatos rendszerkritikát lehet írni egy totalitárius rendszer ellen kidobaló forradalom kapcsán, miközben mindenki tudja, hogy a totalitárius rendszer a Leorán bolygóján, vagy a Csillagok valamelyik bolygóján, hanem benne már szokott Európában. Tehát nagyon hálás téma, nagyon szeretjük, csak mondom, engem a másnak jobban érdekel. És hogyha már belevágunk így, akkor ha már forradalom és science fiction, azért különbséget kell tennünk a térben, időben és tematikában mindenképpen. Tehát ez egy nagyon fontos, sőt, nem csak, hogy a tematikán belül is lehet még forradalom, irodalom forradalom, lehet filmforradalom, lehet ugye számítógépes játék forradalom, lehet online, tehát internet forradalom, ez mind megteremti a maga lehetőségét arra, hogy a science fiction megújuljon. És ugye van egy örök tétel mondás, hogy minden forradalom
Szovjetunió meglépett emigránsokat, akiket halálra törtek, kínoztak, gulágoztak, azokat direkt engedték ki, hogy amikor azok nyugatra jutnak, akkor egy félelmetes, egy félelmet propagandát feltsenek ki, hogy a nyugati ember, nem is a nyugati ember, hanem a nyugatról visszaszivárgó információ alapján a saját alapjuk érezzék azt, hogy reménytelen is kilátástalan a helyzetet, tehát felázadni a rendszer ellen. Thank you.
szent lélek ítéltel volt, ugye, hogy nem véletlenül akarta feltámasztani a lényt, ugye a Frankenstein történetében, mert tehát romantikusan és reménytelen hitű is abban, hogy ha az ember teremt, akkor nem teremthet másként, mint egyébként Isten is tette ezt, és ez egy egész messze jövő történet, nyilvánvalóan nagyon sok órát lehet erről vitatkozni, vagy beszélgetni, de ő valamit fel akart támasztani, tehát ő ugye abban a szerelem, a halál,
Köszönöm.